Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket! Önök a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Kultúrpercek című műsorát láthatják. Az első évfolyam 8. adása a mai. November 17-én csütörtökön volt Kondorosváros képviselőtestületének soron következő ülése, melyen a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi rendezvénytervét is elfogadta a képviselőtestület. Gazdag programokkal várjuk jövőre is az érdeklődőket. Januárban a Doni Hősökre emlékezünk, és a Magyar Kultúra napja lesz. Februárban a farsangok időszakát éljük, március az adattársoroló elkészítése lesz, ehhez kérjük majd az intézmények és a civil szervezetek segítségét, illetve ekkor lesz a március 15-i nemzeti ünnepünk is. Szinte minden hónapra jut egy-két olyan esemény, amely a város kulturális életét pezsgővé teszi. November 19-én szombaton a Tájházban kézműves foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők. Zsiak Ágnes vezetésével adventi ablak és asztali díszeket készítettek a gyerekek, hungarocell, karton, drót, polisztirolgolyók és fonalak felhasználásával. A Legendák Földje Alapítvány által szervezett délelőtti program nagyon jó hangulatban telt. Az ünnepi készülődés öröme mosolyt csalt a szép számban megjelent fiatalok és a segítő szülők arcára is. A továbbiakban programajánlókat hallhatják. November 26-án délelőtt 10 órakor ismét kézműveskedés lesz a Dérczy Ferenc Könyvtárban. Ez alkalomból a télapó lesz a középpontban. Várjuk a télapót, ez a program címe. A kézműveskedés során újrahasznosított papírból és filccel dolgozhatnak a gyerekek, és a télapóhoz kapcsolódó asztaldíszeket és ablakdíszeket fognak majd elkészíteni. A következőkben az ifjúsági önkéntes közösségfejlesztő műhely programjai következnek. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az ifjúsági önkéntes közösségfejlesztő műhely idén is adománygyűjtést szervez Kondoros városában, hogy szebbé tegyük a gyermekek és családok ünnepét. A tavalyi évhez hasonlóan december közepén egy kisebb zárt körű műsor kíséretében az ajándékok átadásra kerülnek, melyeket a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen az arra legmegfelelőbb kondorosi családok közt osztunk szét. Szeretettel fogadunk tartós élelmiszert, könyveket, játékokat, ruhaneműt, szaloncukrot és életminőséget javító eszközöket. Szerez örömet, mivel minden gyermeknek jár a csoda karácsonykor. Ha az ablakon kinézünk, verőfényes napsütésben még inkább az őszre gondolnánk, de az idő halad, és bizony közeledik az év vége, a hétvégén már advent első vasárnapját fogjuk ülni. Az advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt megelőző 4. vasárnaptól karácsonyig tartó időszak. Advent első vasárnapja mindig november 27 és december 3 közé esik, Szent András apostol napjához legközelebb eső vasárnap. Ez 2016-ban november 27-e, tehát ekkor kell meggyújtani az első gyertyát az adventi koszorún, ami a hitet szimbolizálja. A katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú 3 lila és egy rózsaszín gyertyából áll. A lila szín a keresztény katolikus hagyományokban a bűnbánat színe, a rózsaszín pedig az örömöt fejezi ki. A rózsaszín gyertyát majd a 3. vasárnap fogjuk meggyújtani. Ennek ellenére napjainkban már készülnek olyan adventi koszorúk is, amelyeken más színű gyertyák állnak. Lehet vásárolni készkoszorúkat, de sokan egyénileg készítik el. Ehhez és a karácsonyi ünnepkörhöz kívánok segítséget ajánlani az alábbi kiadványok segítségével. Ünnepváró napokra egy kiadvány, melyben sok a kézműveskedéshez felhasználható ötletet lehet találni.
Barkácsoljunk karácsonyra, szintén egy ilyen változatos segítséget nyújtó könyvecske. Karácsonyi díszek dekorációs szalagokból, egyszerű anyagokból szintén lehet karácsonyi díszeket készíteni. Egy újabb kiadvány, amely a karácsonnyal kapcsolatos díszek. Karácsonyi díszek bársonyporral, ez egy nagyon érdekes, ugyancsak a szatinálás is, amely üvegre különböző mintákhoz nyújt segítséget, de a sóliszt figurák is népszerűek, és van még egy kiadványunk is, amely a betlehemes játékhoz nyújt segítséget. Ezek a könyvek kölcsönözhetők a könyvtárban, akiket érdekel, várjuk Önöket, vegyék igénybe segítségünket. És ha már adventi gyertyagyújtás, akkor a városban is megtörténik a hétvégén az első adventi gyertya meggyújtása. A Legendák Földje Alapítvány sok szeretettel várja Kondoros lakosságát. 2016. november 27-én vasárnap 17 órára a város főterén a Szökőkút mellett. Az adventi koszorú első gyertyáját meggyújtja és beszédet mond Rybárszky Péter, polgármester úr. A katolikus egyháztól Arany Gábor atya adventi beszéde követi, majd a katolikus kórus műsorát hallgathatják meg. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. A Kondorosi Nagycsaládosok Egyesülete november 26-án 18 órakor tartja 3. jótékonysági Katalin báját, melyre szeretettel várják az érdeklődőket. A belépőjegy ára 3500 forint, mely megvásárolható az Andi virágüzletben. A bál bevételét a tóparti sétány fejlesztésére fordítják. A következő programokkal várják az érdeklődőket, a jegyváltókat. 18:30-kor a Kondorosi Evangélikus Énekkar műsora, Horcsák Martin Kondorosi Fiatal X-faktoros műsora, illetve a Köröstárkányi néptáncosok előadása lesz. A vacsorát követően Bardon Ivett színművész előadása a szerelemről, majd tombola sorsolás lesz 22 órától. Tehát még, aki úgy gondolja, november 26-án 18 órakor elmehet. További hírek az IKST-ből. Mackó gyűjtés, már múlt heti programunkban is szót adtunk erről. Az akció célja, hogy minden Békés megyei mentőbe kerüljön egy-egy játék mackó, és a gyerekeknek így segítsenek elviselni a pszichés problémát akkor, amikor ilyen sajnálatos esemény adódik. December 6-áig lehet a szervezőkhöz eljuttatni a mackókat. Ugyancsak az IKST-ben, ez egy picit távolabbi program, de már szeretnénk ajánlani Önöknek, december 9-én pénteken 17 órakor lesz Hartai Csaba, bárkadíjas és megyei prímadíjas költő, író, íróolvasó találkozója. Szeretettel várnak az IKST-be minden kedves irodalomkedvelőt. Végül egy felhívás a Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium részéről egy cipős doboznyi jót tett. Ha van otthon olyan játék, könyv, ruhanemű vagy egy táblacsoki, magad készített játék, jó kívánság, amivel szeretnél megörvendeztetni egy rászoruló gyermeket, készíts egy becsomagolt, lezárt csomagot. 2016. december 19-én 10 óráig várják a Kondorosi Petőfi István Általános Iskola felsős központjába a becsomagolt cipős dobozokat. Annyit kérnek, hogy írják rá, hogy mennyi idős fiúnak vagy lánynak szánják a cipős dobozba rejtett ajándékokat. Az ünnepek előtti utolsó tanítási napon a pedagógusok kiosztják a cipős dobozokat. Aki úgy gondolja, hogy van ilyen, az állítson össze egy dobozt és segítse a rászoruló gyerekeket. Köszönjük szépen előre is, és köszönjük szépen figyelmüket is. Mára ennyit, találkozunk a jövő héten is, viszontlátásra!